Kedves közönségünk! Az elmúlt percekben a Hajdunánási Mazsorett Együttes Csillag és Szivárvány csoportjait, a Hajdudorogi Mazsorett Együttes Lilium, Levendula, Kankalin, Nefelejts, Amarillis és Margaréta csoportjait látták a tiszavasvári Városi Fúvózenekar kíséretében. Karmester Nagy Dániel. A Mazsorett... A Mazsorettek művészeti vezetője Balogh Tóth Zita. Csoportvezető Rácz Kitti. Felkérem Nagyné Juhász Krisztina települési képviselőasszonyt, nyissa meg rendezvényünket. Szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit ezen a mai jeles alkalmon. Szólát Tibor Hajdunánás városának polgármesterének üdvözletét tolmácsolom. Nagyon fontos számunkra ez a nap, hiszen egy nagyon embert próbáló, hosszú karantén időszak után vagyunk. És nagyon nagy megtiszteltetés számunkra, hogy ilyen sokan és ilyen szép számban jelentünk meg, hiszen ez az első olyan közös alkalmunk, amikor a családok, a gyermekek, pedagógusok, hozzátartozók, és tulajdonképpen a legtöbben ezen a téren most együtt lehetünk. Köszönöm a Magyar Fúvózenei és Mazsorett szervezetnek, illetve mindazoknak a tagszervezeteknek, akik lehetővé tették, hogy a Mienka tér programban Hajdunánásváros főterén lépjenek fel a Mazsorett csoportok, illetve a fúvószenekar. Az elkövetkező programra mindenkinek jó szórakozást kívánok, és mindenkinek az elkövetkező időszakra a legfontosabbat, jó egészséget kívánok. Köszönöm képviselőasszony megtisztelő szavait. A Magyar Fúvószenei és Mazsorett Szövetség elnöksége több tagszervezettel együtt ötletelve döntött úgy, hogy a hosszú karantén időszak után szeretnének egy igazán nagyszabású országos eseménnyel megjelenni. Így esett a választás 2020. július 5-ére, amikor a szeretettel hívták a Mafumasz teljes tagságát, zenekarokat és mazsoretteket egyaránt, egy országos, egy időben történő együttmuzsikálásra, táncra, jelezve ezzel, hogy újra működnek, ismét vannak. A helyi mazsorettek vezetője a szövetség elnökségi tagjaként elsők között csatlakozott a kezdeményezéshez. Egyedülálló módon három különböző településen mutatják be műsorukat a délután során, a három együttes részvételével átlépve a megye határát, kistérségivé bővítve a megmozdulást. Most pedig folytassuk az estét a mazsorettek és a zenekar közös műsorával. A tiszavasvári Városi Fúvózenekar 1994-ben alakult Cicás Ferenc karnagy vezetésével, azonban a településen kisebb kihagyásokkal már 1936-tól működött fúvózenekar. A jelenlegi művészeti vezető Nagy Dániel 2016-tól irányítja az együttest, amely 2019-ben ünnepelte fennállásának 25 éves jubileumát. Az elmúlt 25 évben a zenekar számos hazai és nemzetközi fesztivál résztvevője volt. Európa több országában képviselték Magyarországot. Legutóbbi nagy sikerük, hogy 2019-ben a Kéki Minősítő Fesztiválon kiemelt arany minősítést szereztek. Karmester Nagy Dániel. A Nívódíjas Hajdudorogi Mazsorett Együttes első csoportja 28 évvel ezelőtt alakult. A Hajdudorogi Mazsoretteknek ma már 6 csoportja van, a legkisebbektől a felnőtt csoportig. Az együttes a Magyar Fúvószene és Mazsorett Szövetség tagjaként 18 éve rendszeresen vesz részt országos mazsorett fesztiválokon, ahol arany és kiemelt aranyokleveleket szereztek, botos, zászlós és pomponos műsorszámaikkal, amelyekkel több ízben is elnyerték már a legjobb koreográfia különdíját. 2014-ben, 2015-ben és 2017-ben az év legjobb zászlós koreográfia címét is elnyerték Magyarországon.
A lányok rendszeres résztvevői a helyi és országos kulturális rendezvényeknek, valamint többször felvonultak már a Debreceni Virágkarneváron. Lengyelországban, Romániában és Olaszországban is szerepeltek már. Giulianovában megkapták az olasz sajtó külön díját, a Rai Televízió díját és a legjobb zenekar Mazsorettel megtisztelő címet, valamint első és második helyezést értek el a Nemzetközi Fúvószenekari és Mazsorett Fesztiválon. A mai napon láthatják a Margarita, Amarilis, Nefelejts, Kankalin, Levendula és Lilium csoportokat. Művészeti vezetőjük Balog Tózita, nívódíjas Mazsorett oktató. Csoportvezető Rácz Kitti, Mazsorett oktató. Hajdún Ánáson 1995 óta működik ez a művészeti tevékenység. Jelenleg a Kőrösi Csoma Sándor Református Gimnázium fenntartásában működnek a csoportok. A Magyar Fúvószene és Mazsorett Szövetség tagjaként 2008 óta szerepelnek eredményesen országos Mazsorett Fesztiválokon, ahol bronz, ezüst, arany és kiemelt aranyokleveleket, koreográfiai és tambúrdíjakat szereztek. Örömmel tesznek eleget a helyi felkéréseknek, de vendégeskedtek már a szomszédos településeken is. A hajdúdoroki lányokkal közösen szerepeltek több ízben a Debreceni Virágkarneválon, Lengyelországban és Olaszországban. A 2020. szeptember 26-án megrendezésre kerülő első hajdunánási országos Mazsorett Fesztiválra minden érdeklődőt szeretettel hívnak, ahol fennállásuk 25 éves jubileumát ünneplik majd egy felvonulás és jubileumi műsor keretében. A csoportok művészeti vezetője Balog Tózita. Szeretnénk felhívni kedves nézőink figyelmét, hogy a műsor ideje alatt lehetőségük van támogatni a nagy családot. Felajánlásaikat a kihelyezett gyűjtődobozba tudják elhelyezni, melyet hálásan köszönünk. Az est további részéhez jó szórakozást kívánunk!
Thank you.
Jó, oké, jönnek a nagylányok. Jó, lehet már össze.